Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Jövőre itt nagy csodák lesznek. Bajnai Gordon például októberben arra a kérdésre, hogy mit fog csinálni egy év múlva, azt válaszolta, hogy miniszterelnök leszek. Mesterházi Attila pedig decemberben egy osztrák lapnak nyilatkozva nem zárta ki az ellenzék kétharmados győzelmét a jövő évi választásokon. Jó itt lenni. Csodák természetesen az idén is voltak, szép számmal. A korábbi gazdasági miniszter egy előadásában a következőket mondta, idézőjel. Mi büszkék vagyunk, hogy Ázsiából jöttünk. Kisgyermekeink fenekén 100-ból 30 esetben 6-7-ig kis, piros pont van, mint a japán kisgyermekek fenekén. Az ország megmozdult, mindenki lázasan kereste a kis piros pontot, de nem találta. Aztán egyszer csak csoda történt, a piros pont váratlanul megjelent. A miniszterelnök indiai látogatásán tűnt fel a homloka közepén. Úgy látom, ezt nem kell folytatnom, önök is tovább gondolták. A miniszterelnökkel más csoda is megesett. Történt ugyanis, hogy az egyik ellenzéki szervezet demonstrációján az őt ábrázoló szobor lábát elfűrészelték, mert csak így tudták ledönteni. Másnap pedig láthattuk a miniszterelnököt begipszelt lábbal kórházban feküdni. Még mondja valaki, hogy a vúdozás kamu. Mondom, sok csoda történt. Egy gázszerelő például stadiont épít, nyer több mint 1000 hektár földet, és felkerül a 100 leggazdagabb magyar listájára. Mindezt 3 év alatt. Magyarország jobban teljesít. Illetve lehet, hogy még nem, de majd hamarosan. Erre utal, hogy a rezsicsökkentési kormánybiztos, mint polgármester, szólított fel mindenkit, hogy mondjanak áldó imát a miniszterelnökért, akit ismét brutális támadás ért az ellenzék részéről. Ez majd segíthet, és akkor Magyarország valóban jobban teljesít, és tényleg minket irigyel majd Európa. Erről ábrándoznak ugyanis egyesek. Egyelőre még nem irigyelnek, de már nagyon csodálkoznak rajtunk. Például a világítós, szűzmáriás kulcstartón is, amit egy fideszes képviselő osztogatott a karácsonyi éjféli misén. Azért akadnak problémák. Erre utal, hogy Balog miniszter meghívta a rászoruló, éhező gyerekeket egy ebédre. Na nem mindet, mert sajnos a Népstadionban sem fértek volna el, hanem 40-et. A Hiltonba. Az is csoda, hogy valaki hogy lehet ilyen mértékben érzéketlen. A menü egyébként a következő volt, liba erőleves zöldséggel, lútgéga tésztával, csirkemelfilé, kalvadosszal ízesített gombamártással, zöldséges lazanyával, brokkoli rózsával és párolt rizssel, desszertnek meg joghurt torta eperöntettel. És sajnos ez nem vicc, ez tényleg így volt. Nem tudom, azt ismerik, hogy a kisgyerek kérdezi otthon az anyját, hogy mama, van itthon kalvadosszal ízesített gombamártás, mert úgy ennék egy csirkemelfilét. Hát mondja az anyja, hogy kisfiam, hát nincs itthon semmi, nem volt pénzünk, nem tudtam bevásárolni, nincs itthon semmi, hát ma nem tudunk vacsorázni. A gyerek körbenéz, meglátja a kalitkát, azt mondja, együk meg a papagájt. Azt mondja az anyja, hát nem tudjuk, mert ugye nincs itthon zsír se, meg olaj se, de ha lenne, akkor se tudnánk megsütni, mert nincs gáz. Azt kikapcsolták a villannyal együtt, mert nem tudtuk fizetni a villanyszámlákat. Hát nem tudjuk megsütni, kisfiam, nem tudjuk sajnos megenni a papagájt se, mire a papagáj felordít. Éljen Orbán Viktor! Szóval mondom, Magyarország jobban teljesít. Csoda történt Simicska Lajossal is, a közgép karácsonykor nyert 27 milliárd forintnyi közbeszerzést. Az eredményt december 26-án hirdették ki. Egy újabb csodatevőnk Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár, aki egy szegedi előadásában kijelentette, hogy az iskolák, idézem, eddig hájas, luttalpas gyerekeket neveltek, ez azonban most megszűnik,
mert bevezették a mindennapos testnevelést. Tekintve, hogy az iskolák nagy részében sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre, ez lenne az igazi csoda. De mondott ő mást is. Például azt, hogy a kevesebb tankönyv olcsóbbságot eredményez. Ezt minden közgazdász nagy csodának tekinteni, ha igaz lenne. És az is csoda egyébként, hogy az államtitkár asszony mennyire ismeri, vagy inkább nem ismeri a gyerekeket, a fiatalokat. Ezt mutatja, hogy szeptemberben levelet írt az ötödikeseknek és a nyolcadikosoknak, melyben többek között a következőket kéri tőlük, idézőjel. Kedves ötödikesek, olvassátok hát, és értsétek meg a nemzeti hitvallást, az alaptörvény mondani valójának összefoglalását, és ti, kedves nyolcadikosok, magát az alaptörvényt, mert útmutató ez minden magyar embernek, nektek is. Ezt tudta írni 11 és 15 éves gyerekeknek. Hát, hölgyeim és uraim, van nekem egy unokaöcsém. Érettségizett akkor éppen, amikor történetünk játszódik. Állandóan átjött hozzánk, és beült a komputerembe. Ott beszállt azokba a csevegő fórumokba, amelyekben ő egyébként csevegni szokott. Majd amikor befejezte, úgy hagyott mindent. És akkor jöttem én, nekem ki kellett lépni, belépni a sajátokba, hogy dolgozni tudjak. És mondtam neki, hogy ezt ne csinálja, mert előbb-utóbb le fogom nyúlni valamelyik csaját. Jó van, na hát kísérletet tehetek rá. Történt egy alkalommal, mert ugye mintha a falaknak beszéltem volna, megint ott volt, beszállt, ott hagyta. Én megint mentem, valamit dolgozni akartam, megint látom, hogy nyitva vannak a csevegő fórumok, épp be akarom zárni, amikor egyszer csak bejelentkezett egy kislány, fényképe alapján nagyon helyes volt. Na, mondom, őt most lenyúlom. Köszönt nekem, azt írta, hogy csá. Ugye, igen, megindult közöttünk a kapcsolat felvétel. Én kezdtem volna írni, hogy kezeit csókolom, engedje meg, hogy bemutatkozzam, Kunce Gábor vagyok. Aztán rájöttem, hogy a virtuális valóságban vagyunk, én most lehet, hogy nem is én vagyok tulajdonképpen az ő szemében, és hosszas megfontolás után úgy döntöttem, hogy visszaválaszolok, hogy csá. Ez volt a jó válasz, mert már is közeledett hozzám, tovább gördült a társalgásunk, azt írta nekem, hogy mizu. Ugye, ez az érdeklődés őszintén jól esik az embernek. Elkezdtem volna írni, hogy köszönöm szépen, velem minden rendben van, a térdem nedves időben hasogat, de most nincs nedves idő, tehát jól vagy. Aztán gondoltam, hogy elsőre talán ne adjak magamról ki ennyit. Gondoltam, hogy akkor inkább a mizura adekvát választ adom, hogy kapcsolódjunk össze, mint két kicsi legó. De aztán rájöttem, hogy ez meg túl nagy tempó, esetleg túl bizalmas. Ezért aztán arra gondoltam, hogy tulajdonképpen nem is én vagyok itt most, hanem egy 18 éves, a világból kiábrándult fiatal ember, akit már semmi nem érdekel, és visszaválaszoltam, hogy semmi. És megint ez volt a jó válasz, mert még jobban közeledett hozzám, és azt írta nekem, hogy holnap tali, mondom, megvan a nő. De azért arra gondoltam, hogy kellene még valami, mert magamhoz kellene láncolni igazán, hogy már ne menekülhessen. Ezért begépeltem, mert ez akkor volt, hogy mit szólsz az alaptörvény preambulumához. Azonnal jött a válasz, hogy hülye vagy, bazd meg.